Sok a patkány Magyarországon, így válaszolt a szocialista Bangóné Borbé Ildikó egy TV-interjúban arra a kérdésre, hogy szerinte mi lehet az oka a Fidesz emelkedő támogatottságának. Amikor a műsorvezető visszakérdezett, akkor azt mondta, hogy mindenki gondoljon azt, amit akar erről a kijelentésről. Szerettük volna Bangóné Borbé Ildikó pártársát, Kunhalmi Ágnest is megkérdezni az ügyről, aki azonban nem akart erről beszélni. Hogy lehetséges az, hogy a Fidesz támogatottsága folyamatosan emelkedik? Mint mondjuk az önöké folyamatosan csökkent? A szocialista Bangóné Borbé Ildikót az ATV-ben kérdezték arról, hogy vajon miért nő a Fidesz támogatottsága, miközben az MSZP-jé csökken. A szocialista politikus erre azt válaszolta, hogy szerinte túl sok a patkány Magyarországon. Azért csak, hogy egy mondatot mondjak, ha már szókimondó vagyok, sok a patkány Magyarországon. Ha már a patkány téma felhúzódott itt Budapesten. Az MSZP parlamenti képviselője ezt követően nevetve tette hozzá, hogy mindenki úgy értelmezi a kijelentését, ahogyan akarja, de szerinte az, idézem, patkányinvázió már eddig is nagyon sok gondot okozott az országnak. Jó, ennek mi az áthallása? Hát mindenki úgy gondolja, ahogy akarja. Ezt meg kellene állítani, a patkányinváziót is, mert nagyon sok kárt tudnak okozni Magyarországon, és okoztak is az elmúlt időszakban. Decemberben Bangóné Borbé Ildikó volt az, aki egy megrendezett jelenettel akarta elhitetni a közvéleménnyel, hogy a politikusokat földre kényszerítették az MTVA székházában. Kapcsolj már ki! Ja? Erős kép lenne, hogy lefekszünk a lépcső elé, és talpóra rakjuk a kezünket. Jó? Ez most komoly. Te csináljuk meg. Miután mindent előre megterveztek, a képviselők hátratett kézzel valóban lefeküdtek a földre. Sok a patkány Magyarországon, ha már a patkány téma felhúzódott itt Budapesten, és nem csak Budapesten. Megpróbáltuk megkérdezni az MSZP-t, hogy ők is patkányként tekintenek-e a választópolgárok egy részére. Egy interjút kérni önnek az önpárttársa, Bangóné Borbé Ildikó. A szocialista Kunhalmi Ágnes azonban válaszadás helyett otthagyta a sajtótájékoztatót, arra hivatkozva, hogy csak a meghirdetett témában válaszolnak a kérdésekre.